Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek! Én Petyi János vagyok, és ez a Mit főzzek ma magunknak? Hát én ma egy neve sincs ételt fogok főzni csirkecombol, de mondjuk adjunk neki egy fantázia nevet, egy fokhagymás, mustáros, tejfölös csirkecombot fogok készíteni burgonyával. Nem sokat fogok csinálni, 4 darab alsó csirkecombom van. Ezt most először is befűszerezem, mielőtt bármi történne. Sózom. Teszek rá egy kis őrölt borsot. Ez most fokhagyma granulátum, amivel megszórom egy kicsit. Mustár. És olaj. Ez gyakorlatilag megfelel egy ilyen pácolásnak. Szóval itt vannak rápakolászva a kis fűszerek a csirkecombra, és egész egyszerűen ezt mindjárt most össze fogom keverni. Alaposan bedörzsölöm a húsokat. És ezt egy rövid időre állni hagyom. Egész pontosan annyi ideig fog állni. Én összevágtam egy pár szem burgonyát hasábra. Megsózom. És ezt egy picit elő fogom főzni. Szóval itt vannak a kis burgonyáim egy kis fazékban, és akkor a csirkecombok, amiket összekevertem. A krumplit csak, mintha csak megblansíroznám tulajdonképpen, de ez nem igaz, hiszen már fölraktam, hogyha blansíroznám, akkor a forró vízbe dobnám bele a burgonyát. Szóval annyit fogok vele tenni, hogy megvárom, hogy fölforjon, egy-kettő trottyan, és már el is zárom, és le fogom szűrni. Felforrt a burgonya, körülbelül egy ilyen 1,5 perce rotyog, és akkor én ezt most el is zárom, és egész egyszerűen le fogom szűrni, illetve leöntöm róla a vizet. És azt egy picit félre rakom. A combokat kiszedem ebből a nevezzük páclénekből. Egy tányérra. És ebbe a fűszeres, mustáros olajba ütök egy tojást. Természetesen le van fertőtlenítve a tojás, és nem is záp. És teszek bele tejfölt. Hát egy ilyen szűk 3 kanálnyi. Ezt összeadom, és ugye sós vízbe főztem a burgonyát, a csirkehúst is megsóztam, úgyhogy ebben még annyi sót teszek, amennyi körülbelül az a 3 kanálnyi kis tejföl megkívánna. Jó? Tehát, hogy ne sózzuk el, arra vigyázzunk. Thank you.
tejfölös mustáros szószunk, nevezzük most már szósznak, és ebbe bele fogom forgatni a burgonyát. És megy bele az edénybe, amiben meg fogom sütni. Szóval belekerült egy jénaiba, és a csirkecombokat pedig egész egyszerűen rápakolom a tetejére. De megint gondom van ezzel a kétkezes történetekhez, csak egy kezet tudok néha használni, de jó lenne néha három. És akkor ezt egész egyszerűen egy 180 fokra előmelegített sütőbe fogom betenni, méghozzá első körben úgy, hogy lefedem a jénainak a tetejével. Szóval, ahogy azt nagy nehezen sikerült megfogalmazni, 180 fokra előmelegített sütőbe berakom a csirkecombot, és első körben 30 percig lefedve fogom sütni. Közben kivettem a csirkecombokat a krumplival együtt, és szerintem ez most már van olyan állapotban, hogy így fedél nélkül teszem még vissza, és egy picit rápirítok még a húsira. De mióta visszatettem a sütőbe fedő nélkül a jénainkat, azóta eltelt 20 perc, úgyhogy én szerintem ki is veszem, nem adok neki több időt. És mutatom, hogy mi lett belőle. Szóval itt vannak a kis csirkecombjaink, szépen elkezdtek megpirulni, én nem sütöm tovább, szerintem ez így fantasztikusan jó lesz. Úgyhogy megpróbálom kitálalni. Nem tudom, hogy sikeredik majd. Egy combocska, és köretet is kiveszünk hozzá. Nagyon jó kis mustáros illata van. Jó, hát én most többet nem is szedek ki ebből szerintem. Hát egy picit megdíszítem, megszórom egy kis petrezselyem zölddel. Azzal nagy hibát nem vétünk. Mustáros fokhagymás, tejfölös csirkecombunk burgonyával. Akinek van kedve elkészíteni ezt az ételt, annak majd jó étvágyat hozzá. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. További szép napot kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok!